Rozália néni, úgy értem, hogy itten tárolták egy pár hónappal ezelőtt, vagy a múlt évben a sok nagyon lopott fát. Sokszor, nagyon sok. Uh-huh. Most miért nincsen itten fa? Mióta ön ide tetszett jönni, és egy pár interjút ért, és lefényképezték azokat a fákat, és nagyon-nagyon megszűnt minden. Nagyon megszűnt, elcsendesedett, csend van, néptanárszál, és nem engedik, hogy bejegyezzenek most a jelenleg, le van títva, de azután nagyon-nagyon csend van. Úgyhogy effektje volt az ilyen jövetelő. Őszintén mondva, nagyon csodálkozom, hogy tényleg nagyon, valami nagyon, történt. Nagyon nagy hatása volt, amióta ön ide tetszett jönni, és amióta itt jó, de jó, voltam én, de utána jött a rendőrség is. Jött a rendőrség, igen. Ugye racciák is voltak. Nekifogtak, raziák is voltak, nagyon sokszor olyan is volt, hogy még 30-an is jöttek, 40-en is le egy nap. De azután, hogy észrevették, hogy valaki jár itt, mert nagyon sokan rendőrök, sokan megállították, hogy megállítottak, hallott, hogy együtt tartsuk a kapcsolatot, hogy legyek szíves, adjam oda a telefonszámot, hogy nehogy valami felkerül, ők intézkednek, azt mondták. A rendőrök kérték a... ők intézkednek, csak valami legyen csak. Újabban ugye letartóztattak egy rendőrt, aki régebben Kaszna 10-en volt rendőr. Azt hallottam, hogy az egész Hargita félcsíkon volt, nem karcsonorszízva, az egész félcsíknak a főnöke. Igen, igen. Ezt csak úgy hallottam hallásban. És mit hallott konkrétan? Az, hogy letartóztatták, és nagyon sok dovádát, akkor volt gátere neki, volt cégje, talán faszállító cégje is volt ilyen több. És aki összekollaborált minden tolvajjal. Aki egyszer a fát lopott azzal, mindenkivel. Ugye megengedték, hogy vigyék, és hogyha neki vittek, akkor nekik is maradt. A szomszédja fakitermeléssel foglalkozott, van egy KFT-je, volt autója, gépje. Mi történt a sok gépezettel azóta? Nem lehet tudni, mi történt véle, de az Jódorán nincsen. Itt egy szomszéd udvaron volt egy unokatestvérinél, még egy darabig voltak traktorok, de most már ott sincsenek. Úgyhogy, és megállított egyik nap, hogy eladta a nagy kocsiját, hogy engem többet ne zavarjon. Hát meg is mondta, hogy engem nem zavart. Tudta, a szomszédokat kérdezik, meg azokat zavart, a házok összeszakadt, a plafon leesett. Még mondott valamit, hogy elköltözne? Jaj, azt mondta, hogy elköltözik Magyarországon, mert itt már nincsen élet, itt nem tud élni. És miért nem tud élni? Hát azért, mert nem tud lopni. Ezért nem tud élni. Hogyha a Vojko nem jön közbe, akkor lehet, hogy a mások nem engedik meg. Ilyen nagy lába nem lesz. Ezért nem fog tudni élni. Mert már az ilyen ember becsületesen nem tud élni. Például, hogyha én eladtam neki egy papírt, eladtam, hogy bejegyeztem 30 köbmétert, ő levágott 60 vagy 100-at onnan az erdőből. Így ment csak. Itt a szomszédommal is történt ilyen, hogy odaadott, hogy bejegyezzen le, vagy 70, nem tudom hány köbméterét, vagy 9-10 milliót adott. És azt mondta, hogy nem volt fa, így nem volt, úgy nem volt, az ember oda akart menni, nem vitték el, a néni fészek nem tud menni, és így. Az erdőjük eltűnts neki, a zsebje vitt el.